Hetes stúdió. A Klubrádió közéleti, politikai magazinja. Ez a Megbeszéljük a hetes stúdióban Gál Máriával, a Népszava és Németh Andrással, a HVG újságírójával. Szervusztok, és Bolgár Györggyel. Szia. És kezdjük Orbán Viktor pekingi látogatásával. Egyedüli Európai Uniós kormányfőként vesz részt az Egy Övezet, Egy Út program fórumán. Kedden pedig tárgyalt Xi Jinpinggel és Vlagyimir Putyinnal is. Az eseményt úgy értékeli a nyugati sajtó, mint a nyugat-ellenes országok dzsemboriát, a magyar miniszterelnök a találkozókkal egyértelműen kilép az európai vezetőktől elvárható szolidaritási keretből, mondta Szent Iványi István külpolitikai szakértő, korábbi diplomata az esti gyorsunkban. Szerinte hiába próbálja magát Orbán világpolitikai tényezőként pozícionálni, a valós súlyú szereplőknek inkább csak játékszere, akit szívesen alkalmaznak. Ennyire egyértelmű ez a helyzet, hogy Orbán Viktor, hát úgy mondjam, a nyugati szemmel nézve nagyon rosszat tett? Szerintem igen, tehát valóban kilépett a szolidaritásból. Szerintem a nyugati értékrendben nem fér bele az, hogy milyen tisztelt elnök úrnak hívjuk Putyin elnököt, és hogy gyűrögetve a papírjainkat katonai műveletnek nevezzük az ukrajnai háborút. Tehát ez az egész úgy tűnt, mint egy alárendelt tanuló és egy nagy hatalommal rendelkező tanár közötti beszélgetés, ráadásul Orbán Viktor elzarándokolt Putyin pekingi rezidenciájára. Tehát ez mindenképpen egy megalázó dolog volt, amit a magyar miniszterelnöknek szerintem rákényszerítettek. Én nem vagyok benne biztos, hogy az ő saját döntése volt. Én nekem nagyon régóta meggyőződésem, hogy a magyar külpolitika orosz irányban nem mozoghat szabadon, nekünk valamilyen szinten onnan diktálják, hogy mit kell tennünk. És ez ennek a látványos bemutatása volt. Még ha mondhatok egy mondatot, engem az lepett meg, hogy a kormánypárti médiumok, amelyek egy napig nem nagyon foglalkoztak csak a találkozó tényével, azok tegnapra kitalálták, hogy Orbán Viktor nagyon karakán volt, és megmondta, hogy béke kell, és gyakorlatilag nézzük meg a felvételeket, hogy Putyin nem is néz a szemébe, mert olyan karakán volt a miniszterelnökünk. Tehát sikerült ezt is kifordítani, de aztán ők is tudják, hogy ez nem igaz. Hát annyira nem igaz, hogy maga Orbán mondta azt, illetve írta egy rövid kis Facebook bejegyzésben, hogy hát a legkevésbé sem volt megnyugtató az a válasz, amit az elnök úrtól kaptam, hát arra a kérdésre, vagy kérésre, hogy legyen tűzszünet és béke. A legkevésbé sem volt megnyugtató, ez hát körülbelül azt jelenti, hogy tudod hova, hol a helyed, szemasszik. Igen, de a kormánypárti médiát nem befolyásolja az, hogy az ő főnökük, Orbán Viktor, mit mond? Valószínűleg nem, tehát azért Magyarországon még mindig szerintem többségben vannak, akik bizalmatlanul tekintenek Oroszországra, akár egyfajta félelemmel is, nem szeretemmel is, és az ő szemükben ez az egész látogatás tényleg azt mutatta, amilyen volt, tehát még is azért próbálnak szerintem magyarázkodni, és pont az ellenkezőjét állítani, tehát ez biztos vagyok abban, hogy a magyarországi nézők, hallgatók többségének a körében nem volt népszerű ez a fajta fellépés. Én szerintem a saját közönségek között nem igazán jelentett semmiféle megrázkódtatást vagy újdonságot. Megszokták azt, hogy találkozik Putyinnal, hogy elmegy ezekkel a posztszovjet diktátorokkal közös találkozóra, hogy a kínaiakkal együtt van. És azért a kormánypárti média, meg az a média, amit mindenhol hallanak az emberek, tényleg a kereskedelmi rádióktól az utolsó tévéig, ugyanaz a híradó megy, tehát egyértelműen ugyanazt a hírt hallották, mint korábban is, hogy találkozott Putyin elnökkel, márpedig azt hiszem ő mondta, hogy 13-szor találkoztak, úgyhogy különösebben nem realizálta a nagy közönség, hogy milyen szörnyű körülmények között, hogy ez most egy más találkozó, mint a korábbiak. Ezt nem hiszem, hogy a Fidesz szavazók nagy része tudatosította volna magában. Még egy mondat, hogy néztem az orosz sajtot, hogy hogyan számoltak be erről, és gyakorlatilag ugye Orbán Viktor volt az, aki bebizonyította az orosz millióknak, hogy nem vagyunk elszigetelve, az egész nyugat nincs ellenünk, csak a nyugat butábbik része, tehát mi voltunk a bezzeg fiúk, ami még inkább szerintem rosszat tesz Magyarországnak, és mindjárt mutatja azt, hogy Orbán Viktor szerintem kb. Oda rendelték erre a találkozóra. Semmi olyan dolog nem lehet a háttérben, hogy Orbán Viktor valamifajta küldetést teljesít? Hát kinek a küldetését?
Én kérdem. Tehát én nem hiszem, hogy a nyugat-európaiak. Tehát ugye tavaly februárban, mielőtt elkezdett volna a háború, szintén ott volt Putyinnál, akkor is próbált úgy kinézni, mint aki egy küldetést teljesít, de nem ez volt a feladata szerintem akkor sem. Szerintem engem nagyon meglepne, ha bármiféle nyugat által rábízott küldetést teljesített volna. Tehát szerintem is kizárt ez. Én teljesen egyetértek azzal az András álláspontjával, hogy, hogy mintha valamivel fognák, mintha tényleg a Kremlből irányítanák. Egyszerűen nincsen más magyarázat. Mivel rá, lehet fogni Orbán Viktor? Nincs. Hogyha azzal se, az se változtatja meg a helyzetet, hogy ő mond valamit, és ennek az ellenkezőjét írja le a kormánypárti sajtó. Tehát, hogy mivel lehet Orbán Viktor zsarolni? A kormánypárti sajtó akkor írta le, vagy addig írta le az ellenkezőjét, amíg Orbán maga egy nappal később nem mondta azt, hogy hát tulajdonképpen kudarcos volt ez a találkozó, de még ilyen körülmények között is nekünk az a dolgunk, hogy mentsük, ami menthető, és legyen stabil gazdasági kapcsolatunk, és erre a fideszes média, meg a fideszes szavazó, hogy igen, milyen okos a mi főnökünk. Szóval szerintem a fogáson kívül, amire én nem nagyon tudok elképzelni olyan reális szenáriót, hogy mivel lehetne őt fogni, mi lenne az, amit, hogyha nyilvánosságra hoznának, akkor összeomlana az egész Orbán rendszer. Szerintem ilyen nincs. Szerintem sem. De nem tudjuk. Tehát nekem csak ez a véleményem, nem tudjuk. Szerintem két racionális okkal viszont magyarázható, hogy miért csinálja ezt. Az egyik, hogy a magyar választókat sikerült átgyúrnia, és szerintem tudta is előre, hogy ez nem lesz olyan nehéz feladat, hogy megmutatja azt, ami bennünk van, egy magyar sajátosság, erre építi egyébként az egész politikáját. A magyar különleges fajta, a magyar igazán furmányos ravasz, a magyar mindig tudja, hogy kell helyezkedni, a magyar bár kicsi, de azért a nagyok között milyen jól megtalálja a helyét, és én ilyen politikát csinálok, és benne is van a magyar tudatban. Tulajdonképpen ezzel, hát nem mondom, hogy születtünk, de ezt tanultuk, ezzel szocializálódtunk, és a magyar társadalom jelentős része, még az Orbánnal szemben állók is úgy gondolják, hogy van ebben valami. És mi kell ehhez, milyen bizonyíték, hogy hát jó, mi ehhez a szövetségi rendszerhez tartozunk, hát Európában vagyunk, igen, tudom én azt, meg jó is az nekünk bizonyos szempontból, na de hát én több vagyok, mint ez a sok hülye kis nyugati ország, vagy keleti ország, a magyarok ennél okosabbak, többre hivatottak, mi akkor az ellenségeinkkel, vagy az ellenfeleinkkel is jóban leszünk, mert azok fontosak, mert azok nagyok, és minden magyar választó tudja, hogy Oroszország fontos, igen, nekünk energia szempontból kétségtelenül fontos, bár le lehetne róla válni, Kína, hát az egy emelkedő, óriási nagyhatalom, mindenem kínai, mondja a magyar választó is, hát hogy ne kéne vele jóban lenni, igaza van Orbán Viktornak. Tehát ez az egyik szerintem, ami az ő belpolitikai státuszát erősíti, és azt a képet, hogy egyetlen igazi vezető van, aki képes a nagyhatalmakkal is játszadozni, ez az egyik. A másik pedig, hogy ezzel az orosz-kínai barátsággal, amit látványosan tol a nyugat képébe is, azt igazolja, hogy hát tudjátok mit, én ezt is megengedhetem magamnak, mint ahogy megengedhette magának az állandó okvetetlenkedést Brüsszelben, különböző dolgokban, de úgy engedheti meg magának igazán, hogyha még ott van háta mögött Putyin, ott van a háta mögött Xi Jinping, hát ti megpróbáltok keménykedni velük, én pedig okos vagyok, látjátok, és megy. Szóval az ő nemzetközi státusát is úgy érzi, hogy ez emeli, és kétségtelen, hogy az egész világ vele foglalkozik, azért ezt ne felejtsük el, és a belpolitikai stabilitását és a támogatottságát is erősíti. Egy fideszes, bocsánat, csak megjegyzek egy zárójeles megjegyzésben, hogy a fórumot csináltam ma is, ahol szóba került ez a téma is természetesen, ez péntek délelőttet jelenti, vagy délt jelenti, és az egyik hallgató, aki rendszeresen betelefonál és kinyilvánította, hogy ő fideszes, ő azt mondta, hogy ő nagyon büszke arra, hogy Orbán Viktor ilyen világnagyságokkal egyenrangúan tárgyalhat. Tehát, hogy Xi Jinpinggel és Putyinnal, és azt látja, hogy ennek a pici országnak, 9,5 millió embernek, egy ilyen másfél milliárdos, meg nem tudom hány száz milliós országok vezetőivel látja ők tárgyalni, és hogy még üzleteket is tud csinálni vele. És ez számukra, vagy a Fidesz bizonyos szavazói számára ez egy fontos dolog.
Én először akkor reagálnék arra, ami Gyuri mondott az előbb, hogy túl sokat kockáztat ezzel Orbán Viktor, mert valószínűleg tényleg okos és egy nagyon jó politikai érzékkel rendelkező közszereplő. És bármennyire tetszik a nagy közönségének, hogy épp Putyin meg a kínai elnök mellett van, azért szerintem az ő közönségének is sokkal jobban tetszene, hogyha úgy mellékesen Macron mellett is lenne, vagy Biden mellett, vagy tehát, hogy azért nem hullna ki teljesen az európai vérkeringésből. A másik meg, amit gondolom, hogy nagyon-nagyon kockáztat, hogy a feladta gyakorlatilag most Putyin és az orosz barátság kedvéért a lengyel viszonyt, és feladtuk az európai pénzeket. Nem tudom, van-e nektek vállalkozó ismerősötök az üzleti világban a magyar... Tiborcra gondolsz? Hát én ismerem őt, de nem ismerem őt. Olyan magyar kisvállalkozó, aki most próbálna megélni. Azok, akik a Covidot úgy, ahogy átvészelték, vagy a háború elejét átvészelték, és dolgoztak, valahogy ment. Most rettenetes gondban vannak az idén, ugyanis vállalkozások sora áll le. Nincsen, mert ez egy lánc, hogy nincsen Európai Uniós pénz. Valaki árul, az nem tudja eladni, mert a felhasználó nem tudja megvenni, mert hogy nincsen építkezés, nincsen bővítés, nincs semmi, rettenetesen le van állva a magyar ipar. És ez ezzel nagyon-nagyon sokat kockáztat. Azzal, hogy az Európai Uniós pénzek nem jönnek be, az nagyon rá fog szakadni, hogyha ez így folytatódik. Nem fogja ezt tudni ellensúlyozni az orosz gázzal. Tökéletesen egyetértek veled, és amit a Gyuri mondott, hogy ugye Orbán Viktorral foglalkozik a nemzetközi sajtó és a világ is, de azért nézzük meg, hogy mennyire elszigetelt. Tehát amikor augusztus 20-án Magyarországra érkeztek a vendégek, tehát ezek vagy a türk diktátorok voltak, vagy pedig a parlament vagy a kormányokból kiszorult szlovák, cseh, osztrák politikusok, egyetlen egy nem türk, de ő meg szintén türk, tehát ez a türk testvériség. Igen, de ő a főnök. De ő is egy diktátor, elnézést, hogyha valakit megsértettem. De csak diktátor barátaink vannak, vagy pedig... Na mi lehet az oka ennek, tessék? Hát a zsák és a foltja. Pontosan. Erről van szó, tehát az, hogy vele foglalkoznak, az nem... És amit mondasz, hogy tényleg veszélyezteti Magyarország nemzetközi értékét. Ezzel egyetértek, tudom, ez igen, nem kétséges. Nem, tehát attól tartok, hogy valóban sok mindenben egyetért. De most már az állampolgárai megélhetése is veszélybe kerül ezzel. Az, hogy az állampolgárai megélhetése veszélybe kerül, igen, ezt ő is tudja, és ezért éppen üstökön ragadja az inflációt, és leviszi a földre, és fejszével. És harcol, mindig harcol. Ez jó, üstökön ragadta az inflációt. Most csak mennyi, 12,5%? Igen, körülbelül annyi. De még visszatérve... De volt 20-valahány százalék. Azért képzeljétek magatokat, hát nem szeretem ezt a karmelita kolostort, de jobb hiány fogadjuk el, szóval a Várszínházba, a miniszterelnöki Várszínházba és annak az irodájába, ahogy reggel bementek, hát nem bebicikliztek, hanem egy nagy kis busz bevisz benneteket, és akkor bementek, és jó napot, jó reggelt kívánok, lehet, hogy hajnalban ér oda, főnök, itt vannak a világlapok, a legújabb jelentések Magyarországról. És ez a papírhalmaz mondjuk az elmúlt 13 évben ilyen piciről, vagy hetenként egyről, vagy két hetenként egyről nőtt, egyre nagyobbra, egyre naponta, és egy nagyobbra is most már naponta ilyen vastag papírt kellene elolvasnia, de valószínűleg már nem olvassa, csak azt, hogy Trump szerint ilyen bátor vezető, mint Orbán Viktor, nincs is. És azt mondott persze, hogy elszigetelődött, igen. De ő meg azt mondja, hogy a magyaroknak nem igazuk van, hanem igazuk lesz. És ezt olyan jól esik hallani a támogatói körében, és ránéznek, ha már valaki erre időt fordít, de néhányan biztos, a médiájuk még inkább azt mondják, hogy nézzük meg a legfrissebb francia közvéleménykutatásokat, hát ki az a Macron? Jó, még egy ideig elnök lesz, de a Le Pennek a pártja, az a legerősebb és legtámogatottabb párt Franciaországban. Nézzük meg az osztrák sógorokat, hogy ott mi van. 30% fölötti messze a legerősebb párt, a szélső jobboldali Orbán barát szabadság. Gyuri, de Lengyelországban most épp az ellenkezője történt. Lengyelország az egy pofára esés, ez biztos. Persze, de ezt nem is tudták megmagyarázni, csak két napon keresztül hazudoztak róla. Most se tudják megmagyarázni. Győzött azóta, a jobboldali konzervatív is, párt. Tehát azóta se tudnak ezen túlépni. El kell mondanom a következőt. Orbán Viktor magyar miniszterelnök tudja,
hogy kell kitartóan kiállni az érdekeikért, jelentette ki Vlagyimir Putyin a Rasszia egy orosz tévécsatornának kettőjük pekingi tárgyalása után. Dicsérjen meg téged a Putyin. Pontosan, igen. Közölte, hogy Orbán Viktor az európai politikusok azon kis létszámú csoportjához tartozik, akik tudják, hogyan kell megvédeni az érdekeiket, és ő ezt kitartóan, következetesen véleményem szerint teljesen tapintatosan teszi. Távolról sem mindig egyeznek meg nézeteink, ráadásul gyakran különböző platformon állunk, de ez nem akadályoz meg minket abban, hogy beszélgessünk és megoldást keressünk bizonyos kérdésekre, problémákra, tette hozzá Putyin. Nem lehet, hogy azt mondta véletlenül, hogy érdekeinket? Lehet, hogy azt mondta, csak a fordítás. Igen. Pont ezt akartam kérdezni tőletek, te MT-s is voltál, hogy nincs olyan a Rogán-féle minisztériumban megint, hogy bizalmas, tudod, ami volt régen az antivilágban. Nincs, de viszont szőnyegszéli realitás van. Az van, hogy megmondjuk, hogy mit üzenünk ma, és rendszeresen beszélgetek az MT-s volt kollégáimmal, és mondják, hogy rengeteg elesett anyag van, tehát ezek az elesett anyagok azok, amelyek nem felelnek meg a cenzúrának, tehát van. Az MT-i valamikor egy fantasztikusan jó hely volt, de már sikerült tönkretenni, és ez egy nagyon szomorú dolog. Nekem ebben, ha már szóba hoztad, de biztos szóba jön még a lengyel választás, nekem azt tetszett leginkább, nem, az eredmény tetszett leginkább, de utána azt tetszett, hogy a lengyel úgynevezett köztévének az egyik vezető újságírója megnyilvánult, hogy még a szocializmus időszakában sem volt olyan durva és egyoldalú propaganda, mint amit mi voltunk kénytelenek előadni itt a Kaczynszki rendszer alatt. Na most lehet, hogy egyedül maradt ezzel. És várjás, az valószínű semmi ahhoz képest, ami itt volt Magyarországon. Hát, természetesen. De nem. Az állítólag a lengyel állami tévében sajnos nagyjából ugyanaz a gyalázat történik, mint nálunk, de azért én várom azt a pillanatot is, amikor majd a magyar televízió, meg a magyar rádió munkatársai egymás után, a vereség után elmondják, hát ez borzasztó. Biztos, hát amit mi csinált, hát az rémes. Hát lesztek ilyenek. Tehát talán emlékszünk, amikor te is áldozatávul estél az első magyarországi médiatisztogatásnak, ott is volt egy pár ember, aki átállt hirtelen a híradókból, tehát és most is, ugye vannak... Várjunk csak, te mire gondolsz, a rádiós kirúgásokra? Igen. Ki átállt ott a híradókhoz? Nem, tehát utána, amikor az MSZP és az SZDSZ jutott hatalomra, akkor azok, akik részt vettek, azért ott is volt egyfajta kemény propaganda, és a propagandisták álltak át, és mondták el azért, hogy őket nyomták, kényszerítették. És szerintem most is lesz ilyen. Tehát ahogy... Én erre nem emlékszem, hogy most mondtam. Tehát MT-s kollégák is engem voltak. Is tehát... Engem is kirúgtak, igen. Ugyanis a rádióból. Tehát akkor. Sokakat, igen. Tehát igen. Én arra nem emlékszem, hogy ott ilyenfajta a kormányváltás vita után lett volna. Szerintem... Nem vita, hanem utólag mondták. 94-ben? Igen, erre gondolom. Igen. Nem emlékszem rá. Akkor lehet, hogy én emlékszem. Szerintem most, ez később volt, amit mondtál. Lehet, de és az is biztos, hogy ha itt ez a garnitúra a vereséget szenved, akkor rengetegen fogják mondani, hogy ők nem azt mondták, hogy éljen Viktor, hanem hogy féljen Viktor. Tehát lesz itt is ilyen. Tehát én nagyon bízom benne, hogy ez hamarosan megérjük ezt a pillanatot. Ismerjük a parancsra cselekedtem. Igen, de csak a bizalmasról annyit, amit esetleg hallgatóink nem tudnak, hogy az MTI évtizedeken keresztül kiadott minden nap egy olyan gyűjteményt, amelyben külföldi cikkeket fordítottak le, meg még magyar cikkek is voltak benne, amelyek a nagy néphez nem juthattak el bizonyos okoknál fogva, de az eltársaknak meg kellett kapniuk. Igen, ilyet én is írtam egyébként még. Igen? Hát ez elég ciki, hogy ez, a Rogánék újra bevezethetik miért egyébként. Ő legalább megírta. Igen. Most ezek az elesett anyagok, tehát ezek ugye elkészülnek a lelkiismeretes jó tudósítók tollából, és nem kerülnek ki a közönséghez. De valószínűleg oda kerülnek a Fidesz vezetéséhez természetesen. Hogy most piros csikka le, vagy narancs csikka le, nem akkor tulajdonképpen igen. De lehet, hogy most adtál nekik egy ötletet, hogy ezt össze kéne foglalni minden reggel. De amúgy hát a lengyel lehet. Média... A köztévé lehet, hogy ugyanannyira meg volt szállva és le volt nyúlva, de összességében a médiapiac nem volt ennyire megszállva. Nincs kesmájuk. De azért is tudott nyerni az ellenzék. Azért ismerjük be, hogy a mi körülményeink között nehezebb. Hát az ottani... A mi körülmények között van, aki azt állítja, hogy nem lehet megbuktatni Orbán Viktort. És hogy
hogy hát nagyon gyanús, hogy lehet, hogy ez így is van. Csak az a baj, itt az ellenzék is rosszabb, hogyha már itt tartunk, tehát... Ez igaz. Ott valóban össze tudott fogni öt párt tulajdonképpen, vagy inkább hat, tehát ugye van a harmadik úton, benne három párt van, van az, egy, az új jobb oldal, vagy új bal oldal, és van a PO, amelyben szintén két párt van, és ezek tudtak úgy kampányolni, hogy nem egymást gyalulták, tehát... Nem, de nem is kellett összefogniuk. Ez is egy különbség, ugyanis Lengyelországban egy lényegében arányos választási rendszer van, tehát elindulsz külön levicaként, baloldalként, és ha megugrod a bejutási küszöböt, bent vagy, és annak megfelelő arányban vannak képviselőid, ugyanígy ez a harmadik út, a 2050 meg parasztpárt össze kombinálásából megugrott a határ, 14,5%, ben vannak. Tusk a 30,5%-ával annyit kapott. Hát összeadjuk ezt 53% körül, annyival győztek itt a parlamentben. Magyarországon ez nincsen. Tehát itt valóban össze kellene fogni, mégpedig hihetően, úgy, hogy a közönség azt mondja, hogy na jó, ebben hiszek, én ezt támogatom. Hát az elég nehéz, hát hogy különböző nehéz, ideológiai persze. pártok. Tehát nálunk az ellenzék is azért rosszabb, mert sokkal rosszabbak a körülmények, sokkal mostuhábbak a körülmények. Hát mi nálunk gyakorlatilag úgy néz ki így a média, meg a politikai világ is, mint Oroszországban, hogy tényleg látszott, de most mit lehet csinálni? 13 évvel ezelőtt még nem nézett úgy ki. Igen. Igen. De 13 ma már év alatt nagyon szépen el lehetett intézni azt, hogy egy aránylag demokratikus sajtó világból egy totális diktatúrát kovácsoljon Orbán Viktor, amelyben van egy kesma, ami önmagában is törvénytelenség, hogy létezik, de senki nem tesz ellene semmit. Tehát az Alkotmánybíróságnak már réges-rég fel kellett volna lépni ezzel. De hát ez nemzetstratégiai szempontból, ugye a gazdasági versenyhivatalt levették róla, pont. Ahogy leveszik arról, hogy szabad-e megsérteni a környezetvédelmi előírásokat Budapesten a déli körvasútnál. Bizonyos embereknek szabad. Azt mondják, hogy miért ne? Hát éppen háború van. Úgyhogy háborús veszélyhelyzet miatt. Az gyáraknak is. Így van. Tehát nálunk mindent szabad. De éppen ezért volt az első lényeges lépése az Orbán kormánynak a 2010-es győzelme után, hogy új médiatörvényt fogadjon el. És onnantól kezdve a dolog elindult. Ez a Megbeszéljük a hetes stúdióban Gál Máriával, a Népszava újságírójával, Német Andrással, a HVG újságírójával és Bolgár Györggyel, és én még egy darab mócsingot le szeretnék rágni Orbán Viktorról a pekingi látogatások kapcsán. Erős volt. Az, hogy az Orbán-Putyin találkozó miatt összeültek a NATO tagországok nagykövetei és a svéd nagykövet, azért ültek össze, mert a NATO tagokat egyre nagyobb aggodalommal tölti el Magyarország mélyül a kapcsolata Oroszországgal, miközben Moszkva agresszorként áll háborúban Ukrajnával. Hát erről beszéltünk eddig, de ezek szerint itt valami fajta dolog készül itt, nem? Vagy valami lépésre gondolnak, ami nem tudjuk, hogy mi lehet. De hát miért ültek össze? De az amerikai nagykövet azt is mondta, hogy egyértelműen továbbra is szövetségesek vagyunk, és szövetségesnek tekintjük Magyarországot. Csak szeretnénk, hogy aggodalmainkat kifejezhessük, és azt komolyan is vegyék. Világos. Tehát ez egy jelzés volt, egy üzenet. De már kaptunk jelzéseket. Meg a gyakorlatban is, tehát azért az mindenképpen figyelemre méltó, hogy úgy hívtak össze egy NATO magasrangú tanácskozást, hogy nem hívták el Magyarországot Ukrajna ügyében, tehát szerintem egyre inkább itt is a perifériára. Ez nem erre utal. Nem erre utal, de ez korábban történt, tehát én úgy gondolom, hogy valamit elhatároztak ezen a tanácskozáson, tehát nem tudom, hogy mit lehet eldönteni, de én úgy érzem, hogy az Európai Unióban és a NATO-ban is kezdünk kiszorulni, tehát az ismerőseim azt mondják, hogy nem feltétlenül osztanak meg minden információt a NATO-n belül Magyarországgal, mert attól tartanak, hogy ezek rossz helyre kerülnek. Azt is tudjuk, hogy egyre inkább van ez az EU-s terv, amely szerint az eurozóna egy külön sebességű Európai Unió lenne, és a perifériára szorulnának a... Várjunk, csak állj meg egy pillanat. Mert a Gyuri említett, hogy a Lengyelországról még lesz szó, hát akkor legyen most szó, mert itt érdekes ez a dolog, mert hogy a lengyelek eddig a Európai Unióban legalábbis a szövetségeseink voltak. Tehát lehetett rájuk számítani egy csomó dologban, amelyben az Európai Unió nem nagyon akart Magyarországnak engedni. De most
a legfontosabb szövetségünket elvesztettük, a Lengyelországot. Igen. Akkor most milyen intézkedéseket fog az Európai Unió hozni azokkal az ügyekkel kapcsolatban, amelyeket eddig még nem mert meglépni? Éppen most készülnek a megegyezések, erről halljuk a híreket, hogy most már aztán tényleg, de nem csak Navracsics mondja, hanem még mások is, akiknek Brüsszelben van. De ez nem jött be eddig, amit a Navracsics mondott. Eddig nem jött be, de egyszer bejöhet. Az Európai Uniónak azért legyen világos, nem az a célja, hogy Magyarországot kiszorítsa a szövetségből, nem is az a célja, hogy halálra éheztesse. Az a célja, hogy Magyarország teljesítse azokat az elvárásokat, amelyeket az Unió megfogalmazott. Miután egy csomó dologban mi formálisan megtettük, amit kértek, hogy tartalmilag mennyire az majd eldől, de ha az Unió úgy ítéli meg, hogy ez tulajdonképpen rendben van, az is tulajdonképpen rendben van, egy kicsit normálisabb, kicsit demokratikusabb, kicsit számonkérhetőbb lesz ez a rezsim, akkor azt fogja mondani rá, a magyarok érdekében is, meg a saját érdekében is, hogy jó, rendben van, ezt megcsináltátok, ezért aztán feloldjuk a tilalmat ennyi és ennyi pénzre. Egyébként a többi esetben meg még több pénzre továbbra is fennmarad ez a felfüggesztés. Úgyhogy nem hiszem, hogy feltétlenül arról van szó, hogy ki akarnak, sőt, biztos vagyok benne, nem akarnak kiszorítani bennünket, hanem arra akarják rávenni Orbánt, hogy legalább a minimális játékszabályokat tartsa be. De közben az is látszik, hogy egyre inkább haladnak a konszenzusos határozathozatal a többségihez. Tehát ez a renitenseket azért a döntéshozatai részéből ki akarják szorítani, és ez kimondottan rossz egy kis országnak, amelyik ugye nem vett részt komoly döntésekben, és Magyarország nem egy nagy ország, bár Orbán Viktor annak mutatja. Hát szerintem nem lesz ez olyan könnyű. Nyilvánvalóan abban a pillanatban, már most is ugye nehéz ez a konszenzusos döntés, mert ha Orbán keresztbe akar feküdni, hát akkor kis ország Magyarország, de azért keresztbe tud. Igen. És ez megtörténne. Hát szóval. De ha valóban az Európai Uniónak az lesz a válasza a környezetünkben egyre erősödő és egyre fenyegetőbb válságokkal szemben, hogy legalább hozzuk létre az egységes Európát, vagyis vegyük föl a várakozó balkáni államokat, vagyis próbáljuk Grúziát fölvenni, vagy hát Ukrajnát mindenképpen, az lenne az első. Tehát ha így erősítjük meg, vagy akarják megerősíteni Európát, hogy Ukrajna, Grúzia, esetleg Örményország, balkáni államok is létrejön valóban egy földrajzilag, politikailag, gazdaságilag egységes Európai Unió, hát azt konszenzusos alapon, hogy mindenki mindent szavazzon meg, vezetni, irányítani, biztos, hogy nem lehet. De éppen ezért mielőtt ez megtörténne, át kellene alakítani, miután azonban Orbán azt látja, hogy az ő hatalma befolyása csökkenne azáltal, hogy nem mondhat nemet, vagy legfeljebb úgy mondhat, hogy kisebbségben marad, ezért szerintem ő is, meg egy-két másik ország is akadályozni fogja, ameddig csak bírja. A magyar példa szerintem arra jó volt az Európai Unió számára, hogy minden döntéshozót rádöbbentett, hogy tehát így nem lehet. Tehát az, hogyha nem módosítjuk a szabályokat, az alaptörvényeket, akkor tovább lépni nem lehet. És azt nem hiszem, hogy ilyen feltételek mellett, tehát ezekkel az alaptörvényekkel bővítés legyen. Mert mi úgy lettünk, és a kelet-európai országok úgy lettek Európai Uniós tagok, hogy minden kritériumot teljesítettük, mi visszafejlődtünk ahhoz képest. De azok, akik most sorbálnak, hogy vegyék fel őket, hát messze menően távol állnak attól a szinttől, ami az uniós csatlakozási szint. Hogyha ezeket most fölveszik, és ilyen alapon, akkor ez az Európai Unió, mint olyan, akkor szét is hullt. Hát igen, de lehet, hogy enélkül is, hogyha ez nem történik meg, akkor meg azért hullik szét, és nyilvánvalóan látszik az oroszok előrenyomulásából, fenyegetéséből, Kína előretöréséből, gazdasági behatolásából, az Afrika felől érkező migráció erősödéséből, hogy Kína, vagy az Európai Uniónak egységesebben kellene föllépnie, mert csak akkor tudja megvédeni magát. Hát volt egy-két évtizeddel ezelőtt egy akkoriban elég népszerű mondjuk szlogen, vagy inkább azt mondanám, egy olyan fogalom, ami kezdett elterjedni, hogy Fortress Europe, tehát Európa erőd, hogy hát sajnos úgy látszik a helyzet olyan, hogy Európa egy erőddé kezd válni, hogy meg tudja védeni magát. Szerintem most hasonló világpolitikai helyzetben vagyunk.
és az európai, még az vezető európai országok is szerintem úgy érzik, hogy az ő érdekeik, Németország, Franciaország, Olaszország érdekei is azt kívánják, hogy jöjjön létre egy ilyen nagyobb Európa, egy erős, mondjuk lakosságszámban is óriási, területileg is óriási Európa erőt, sok különböző országgal. És akkor az az Európai Unió, melyik ilyen szoros kapcsolatokra épült, mint a mostani, és hasonló, vagy ugyanazon elvek számonkérésére, az az Európai Unió meg fog változni. Orbán erre játszik, ez nem fog bekövetkezni 2-3 vagy 5 éven belül persze, de ebbe az irányba megy a világ, és persze nem tudjuk, hát milyen végkimenet. Hát a 2-3-5 év az mit érinti? Hát 2040-ig gondolja. Hát így van, hogy azért mondom, hogy arra játszik, hogy kivárja. Ezt kivárom. Igen. Csak például az, hogyha a balkáni országok belépnek az Európai Unióban, azért ott is van egy pár olyan állam, ahol demokrácia deficit van, tehát Szerbia, hogyha például EU taggá válna Alekszandar Vučić elnök vezényletével, akkor kapnánk még egy ugyanolyan embert, aki a trambulinról végzi el a dolgát, tehát orosz párti, kínai párti. És Koszovó egyszerre belépne, szóval lenne igen, egy Grúziában is, ugye Grúziában is azért igen, egy többékes orosz barát kormányzat van. De ez vagy bejön. Ukrajnában meg háború. De ez igen. Vagy bekövetkezik, vagy nem következik be. Most egy olyan dologgal folytatnám ezt a beszélgetést, ami már sajnos bekövetkezett, és egy cikk idézetével folytatnám. Hiába keresünk észérveket ott, ahol évtizedek óta csak az előítéletek irányította érzelmek uralkodnak, márpedig az izraeli-palesztin konfliktus ilyen. A több száz áldozatot követelő gázai baptista fenntartású kórházban bekövetkezett keddesti robbantás kapcsán is azonnal sorjázni kezdtek a muszlim államok vezetőinek Izraelt felelőssé tevő nyilatkozatai, tömegek kezdték ostromolni az izraeli nagykövetségeket. Az arab médiát a szörnyűséges tragédia uralja, és ez jogos. Az viszont már alig, hogy egyszerűen eltekintenek az izraeli hadsereg drónfelvételekkel az Al Jazeera pánarab hírtelevízió élő közvetítésének képeivel, sőt Hamász terroristák lehallgatott egymás közötti beszélgetésének hanganyagával alátámasztott cáfolatától, és nem sietnek háborús bűnnel megvádolni a bizonyítékok szerinti elkövetőt, az iszlám dzsihád terrorszervezetet. A muszlim vezetők köztük a NATO második hatalmának, Törökországnak az elnöke nem vonták vissza elsietett vágyaikat, az arab világ forrong, a Hezbollah harag napját hirdetett, Izrael felelősségét a kórház lebombázásában egyelőre a Hamas terrorcsoport közlésén túl semmi sem támasztja alá. De ez lényegtelen ott, ahol a gyűlölet és bosszúvány már mindent fölülírt. A harag napja valójában évtizedek óta tart, és minden arra mutat, egyhamar nem is lesz vége. Gál Mária népszava, október 19-e. Azért részéről, mintha ezt már hallottad volna valahol. Ismerős volt ott az elején. Tökéletesen igazad van sajnos, tehát ebben a környezetben a valós hírek, a tények szinte semmit nem számítanak, tehát és épp kezd valahogy átfordulni, hogy megint az izraelieket ennek az egészről. És tényleg ez egy terrortámadás volt, itt is nagy valószínűséggel tényleg az iszlám dzsihád követte, nem, vagy rontotta el, és lőtt ki egy nem működő rakétát, de hogy tényleg az észérvek, a tények egyre kevésbé számítanak. A keleti országok egyike sem vette át ezt, hogy az iszlám dzsihád saját magát lőtte bokán, mármint hogy ezt a kórházat véletlenül abból a parkolóból lőtték ki, és rossz helyre ment. Mindenki azt fogadja el, hogy az izraeliek tették. Egyik arab állam sem ítélte el magát a Hamas támadását, az október 7-i mészárlás. Mondjuk teszem hozzá, Oroszország és Kína sem. Igen. Szóval akkor mi lesz? Mi lesz ebből, tekintetes úr? Hát lehet, hogy amikor Joe Biden megérkezett Izraelbe, akkor ő is ezt kérdezte Netanyahutól, hogy na most akkor mi lesz? De most eljátszhatjuk itt a... nem játszhatjuk el, őszintén így gondoljuk, hogy felháborító, hogy világ, a nyugati világban, demokratikus világban is tömegek ítélik el azt az Izraelt, ami még tulajdonképpen csak minden esetre igyekszik célzott légi csapásokkal megsemmisíteni a Hamászt vagy a Hamász katonai szervezetét, és mégis
tulajdonképpen ez még meg se kezdődött, és már a palesztinokat támogatták sokan, és Izraelt ítélték el, mintha ő volna felelős azért, hogy hát szegény palesztinok mit csináljanak, hát rátámadnak Izraelre, szegény, szerencsétlen, ártatlan családokra, gyerekekre, csecsemőkre, hát ez van akkor, hogyha ti ennyire nem adtok jogokat a palesztinoknak. És ez biztos, hogy itt fog velünk maradni sokáig, mert tényleg itt van az a sok évtizedes probléma, hogy itt van Palesztina, és vannak palesztin arabok, sok millióan, és nincs önálló államuk. És ezért jött vissza rendszeresen ez a Közel-Keleten az egyik megoldási lehetőség, hogy legyen két állam, Izrael, és legyen egy önálló palesztin állam. És sokszor bukott meg, nem feltétlenül Izraelen, hanem különböző egyéb feltételeken, és a gázai övezetben végül győztes Hamas pedig a mai napig nem hajlandó elismerni, hogy Izrael létezik, hogy ez egy önálló állam, hogy erre joga van, el akarja törölni. Ezen az alapon persze se két állam nem lesz, de még az is lehet, hogy gázai övezet sem, vagy megint annektálja Izrael, mert jobbat nem tud. Úgyhogy, hogy mi lesz, ezt nem tudjuk. Várjál csak, most is hogy... Izraelhez tartozik, ugye? Az nem. Kivonult 2000. Autonóm terület, de kihez tartozik? Senki, nem állam, de nem is Izrael része. Tehát hogy van egy olyan terület, amelyik voltak éppen a senki földje? Nem, hát senki a palesztin, ugye a palesztin hatóság van, igen, ami kvázi államként működik, de mégsem teljesen állam, de ugye tehát van egy Cisziordánia, másodszorban van a gázai övezet, de tényleg ez egy ilyen köztes helyzet, de nem Izrael része. Tehát ugye Izrael ki is vonult onnan, kérdezem, 2007-ben, 2005-ben. Igen, az nyilvánvaló, hogy ott már nem, tehát nincsenek izraeli katonák, igen, és nincsenek izraeli hivatalnokok se. Nem. Az, tehát ez nem Izrael része. Tehát ezt átadták a palesztin hatóságoknak. Csak a Hamásznak adták át, a palesztin hatóság csak Cisziordániában van. De volt választás volt, tehát szerintem a palesztin hatósághoz került, és igen, rendeztek egy választást, és a Hamász győzött. Tehát a Hamász felelős mindenért, ami ezen a gázai területen történik. Igen, és azt hiszem azóta választás sem volt. Tehát nem ugye, volt. És nem, a választásokon a Hamász nyert. 2005-ben vagy 2007-ben. Tehát majdnem 10 éve. Vagy... Hát több mint 10 éve, tehát azért jobb helyeken azért ennél sűrűbben tartanak választást. 16 éve, bocsánat. Igen. Szóval, hogy mi lesz, ezt nem tudjuk. Biztos, hogy de van egy kérdésem ehhez, amit egy mai hallgató dobott be. Gyilkos katonai konfliktus lesz, és az biztos, hogy Izrael nem hagyhatja annyiban. Valószínűleg a légi csapásokon kívül valamilyen módon a szárazföldi erőket is beveti. Nyilván arra törekedve, hogy minél kevesebb legyen a civil áldozat, mert nagyon jól tudják Izraelben is, hogy ennek rettenetes rossz, nehezen kezelhető visszhangja lenne a szabad világban is, a nyugati világban is, hát még az araboknál, de ugye említettem ezt a két állam megoldást, ami kudarcot vallott, és akkor Trumpnak az egyik nyilván nem csak magától elindított kezdeményezése volt ez a bizonyos Ábrahám megállapodások sora, mert Netanyahu akarta kikerülni a palesztinokat azzal, hogy nem kaptok önálló államot, viszont az összes jelentős arab állammal majd megpróbálunk olyan modus vivendit kialakítani, olyan szerződéseket, amik nekik is előnyösek lesznek, számítva arra, hogy egyébként Iránnal, a Hamas fő támogatójával ők rosszban vannak, ez elsősorban Szaúd-Arábiára érvényes, tehát Izraellel jó viszonyt építünk ki, és akkor ők majd valamilyen mérséklő erőt fognak gyakorolni, fogni fogják a palesztinokat, akár a gázai övezetben, akár Cisziordániában. Lehet, hogy bejött volna, nem tudom, hogy mennyire, és persze az arabok országoktól se kell kapásból elfogadni, hogy igen, megcsináljuk, aztán lehet, hogy közben nyugodtan ugyanúgy támogatták volna fegyverrel, pénzzel, akármivel a Hamaszt is, meg a többieket is, de a lényeg az, hogy ez lett volna egy másik megoldás, hogy a palesztin problémát meg lehet úgy is oldani, hogyha nem adunk nekik önálló államot, de most visszakerültünk a KH-hoz, és egy borzasztó öldöklés után, és árán is nem vagyunk a végén, megint el kell kezdeni gondolkozni azon, hogy tudnak együtt élni Izrael lakói és a körülötte lévő palesztinok. Fallal. Egyhamar nem látok más kiútat. Addig, amíg ilyen a közgondolkodás, addig... Tehát hol milyen a közgondolkodás? Hát hova tovább most már mind a két, a fal mindkét oldalán? Vagy Magyarországot is bele lesz? Nem, akkor várjátok, akkor van egy... Akkor hadd kérdezzek valamit.
Ugye úgy volt, hogy itt ezután a terrorakció után két nappal talán Magyarországon szerveztek egy palesztin szabadságért, vagy palesztin jogokért való tüntetést, amit Orbán Viktor betiltott. Ő erre büszkén mondta, hogy ezt nem engedi meg, hogy egy terrorszervezet nevében tüntessenek Magyarországon, de ehhez fölhívta a rendőrfőkapitányt, a fene tudja még kicsodát, hogy legyen valamilyen jogi alátámasztása is ennek a dolognak. Ma telefonált egy hallgató a fórumba, aki ezt feldobta, és azt mondta, hogy ez felháborító, és a demokrácia megcsúfolása, hogy Magyarországon nem engedték meg a palesztinoknak, hogy a jogaikért tüntessenek. Erről nektek mi a véleményetek? Tehát ezek a tüntetések, amelyek Európa nagyvárosaiban voltak. Már hozzáteszem azt, hogy palesztin zászlót festettek, ezek legfrissebb hírek. Igen. Pénteken veszük fel ezt a műsort, és azért mai hírek. Palesztin zászlót festettek a nácizmus áldozatainak emlékművére Németországban. Vasárnap este egy környékbeli férfi hasonló esetről tett bejelentést a Saarbrückentől, mint egy 20 kilométerre fekvő Neuenkirchen városának egyik buszmegállójában is két palesztin zászlót festettek. Tegnap előtt egy zsinagógát dobáltak, vagy próbáltak megdobálni molotov koktéllal. Tehát, hogy ezek a dolgok, ezek nem egyértelműek, legalábbis úgy tűnik. Hát ezek egyáltalán nem egyértelműek, és azért azt látom, hogy az eddigi európai palesztin párti tüntetések mind abba torkoltak, hogy helyeselték ezt a terrortámadást, és erre valóban nincsen szükség szerintem. Egyrészt igaza volt-e Orbán Viktor? Igaza. Én szerintem igaza volt, nehéz kimondani, de ebben mert az... Én is ezt mondtam a hallgatónak, akivel hosszú, nagy vitába voltunk emiatt, és azt mondtam, hogy benyújtották, hogy a palesztinok jogaiért akarnak tüntetni. Csak egyetlen egy sarok kell ahhoz, hogy eljussanak oda, hogy antiszemita és egyéb szólamok hangozzanak fel, akkor, amikor olyan szörnyűség történt Izraelben, ami történt. Tehát azért tudjuk, hogy nem jut eszembe, most volt egy arab hölgy, aki egy autóbuszon több tucat izraelit ölt meg, és róla például iskolát neveztek el a gázai vezetben, tehát én mondom, én attól tartok, és látván ezeket az eddigi tüntetéseket, ezek mind antiszemita, Izrael ellenes és a terrorakciókat támogató tüntetéseké fajulnak. És ebből milyen következtetéseket vontok le? Azt, amit te is levontál, hogy ebből nagyon sokáig nem lesz béke, és tényleg mind a fal, mind a két oldalán. Ilyen, csak ennyi, hogy nem lesz béke? Nem, akkor tehát ez a válság, ez mélyülhet, tehát én attól tartok, hogy egész Európában, Izraelben komoly terrorcselekmények lehetnek, tehát már most ugye látjuk, ezek spontán akciók, és egy igazi, nagyot szóló, tragikus terrorcselekmény megszervezéséhez hetek, hónapok kellenek, de nem tudom kizárni, hogy ez lesz az egyik cél. A második sor, én nem tudom, hogy bevonul-e végül Izrael a Gázába, vagy nem. Megteheti azt, hogy nem vonul be? Na hát ezt akartam mondani, hogy szerintem Izrael itt katonai szempontból erősebb, de nem tudja, tehát nem tud igazán győzni. Tehát, hogyha bevonul a Gázába, akkor lesz 2 millió palesztin, akinek nem lesz háza, ruhája, bútora, és ez egy meleg ágy annak, hogy még inkább szélsőségesé váljon ez a népesség. Szerintem nem ez az oka, hogy nem vonulnak be eddig. Hát én azt gondolom, hogy a Hamas, amit csinált, annak egyértelmű következménye, hogy az izraeliek bevonulnak a Gázába. Ebben is, hogyha... Tehát valamit ők ezzel el szeretnének érni, és nem tudjuk, hogy kik állnak mögöttük, az Iránra gondolva, vagy egyáltalán nem tudni, hogy mire készülnek akkor, és az izraeliek sem biztos, hogy tudják, hogy milyen csapda rejlik ebben a dolgokat. Ebben tökéletesen igazad van, tehát ez egy urbánus környék, ahol a házakban bárhol elbújkálhatnak harckocsi elhárító rakétákkal, tehát ez egy írtozatosan veszélyes környezetbe kéne bemenni az itt hadsereg, tehát ez mindenképpen számít. De én mondom, én lehet, hogy most javítsatok ki, egyszerűen nem tudok olyan szenáriót elképzelni, ahol Izrael igazán győzni tudna, olyan szenáriót, ami tartós nyugalmat hozna, tehát én Ukrajna ügyében is pessimista voltam, ebben a kérdésben is én pessimista vagyok. De még az Ukrajna nem zárodott le, azt akarom. Nem. És ez meg éppen most kezdődik, vagy igen. Éppen most zajlik. Igen. A Hamász kezében van 250 túsz.
Tehát addig, amíg a túszok náluk vannak, addig olyan nyomás lesz az izraeli hadseregen a saját lakossága által, hogy valamit muszáj tennie. De várják, közben lövöldöznek rakétákat az Izrael. Igen, Izrael. De a rakétákat lövöldözik. És halnak meg izraeli emberek. 2011-ben nem tudom hány, mikor volt az első gázai hadművelet, azóta már többször volt, hogy emlékszem, néhány napot tartott, végigcsinálták, azok is mindig irányított rakéták voltak, pontos célpontokat lőttek ki, és mindig úgy zárult az a 10-12 napos hadművelet, hogy na most aztán teljesen leromboltuk a Hamász katonai terror infrastruktúráját. Érdekes módon két év múlva megint ezrével jöttek a rakéták, és újra meg tudták támadni Izraelt. Tehát ezt most nem fogja benyelni az aggódó közönség, ott várja, hogy 250 emberrel mi lesz. Vagyis nem teheti meg Izrael, hogy ne vonuljon be a Gáza fenség. Eddig soha nem mondták azt, hogy felszámoljuk a Hamászt. Mindig felszámolták az aktuális válsághelyzetet, és épp valamilyen terrorcselekményre válaszoltak. De most azért konkrétan bejelentették, és már Biden elnök is azt mondta, hogy föl kell számolni a Hamászt. És az is elhangzott azért, hogy a gázai övezet sem úgy fog kinézni a jövőben, mint eddig. Tehát, hogy egyes részét lehet, hogy annektálni fogja Izrael. Igen, feltételezem, bár nem vagyok se katonai stratéga, sem közel-kelet szakértő, hogy nyilvánvalóan be kell, hogy vonuljanak. Már csak a hazai elvárások miatt is az izraeli fegyveres erőknek, és ott valamilyen rendet fognak csinálni, nyilván sok áldozat árán. Valami olyan köztes megoldást szerintem legalább a következő évekre valamilyen biztonságot ígérve megcsinálnak, hogy a gázai övezetnek az Izraellel határos részén, hogy ez 5 kilométer széles lesz-e, vagy 10, vagy nem tudom, ott gyakorlatilag egy olyan katonailag kiépített terepet hoznak létre, amin áthatolni sokkal nehezebb lesz, mint amilyen most volt ezzel a váratlan támadással. Ugye átvágták a kerítést, és akkor mentek át a motorosok, meg az autók. Meg a sárkányrepülők. Igen. De hogyha lesz egy ilyen elválasztó zóna, amit katonailag, ahol senki nem lakik, de katonailag az izraeliek ellenőriznek, akkor ezt nyilván nehezebb megtenni. Szerintem valami ilyen lesz ez a köztes megoldás, ez se fog kevés áldozattal járni, mondom, de ezzel talán meg lehet nyugtatni az izraeli lakosságot, és talán még a világ is előbb-utóbb el fogja fogadni. De hogy aztán mi lesz? Hogy marad azon a esetleg még kisebb területen, nyugalomban, meg élhető körülmények között több mint 2 millió palesztin, ezt nem tudom, de Izraelnek is az az érdeke, hogy egyrészt életben maradjanak, másrészt, hogy azok az arab országok, amelyekkel kezdett valamivel jobb viszony kialakulni, visszatérhessenek a tárgyalóasztalhoz, és azt mondhassák, hogy célunk nem Izrael megsemmisítése, hanem hogy maradjon meg. Ez egy hosszú, megint sok éves, talán évtizedes, több évtizedes folyamat, de hogy ez létrejöjjön, ahhoz Gázát nem szabad eltörölni a földről, ez biztos, és szerintem Biden meg az Egyesült Államok is valami ilyen nagyon gyakorlatias megoldásra szólította fel Netanyahut, amiből ő sem jön ki politikailag feltétlenül rosszul, és meg is lehet nyugtatni az izraeli közvéleményt. Van egy veszélyes szövetségnek a körvonala látható egyébként ebben a sztoriban, ez az orosz kínai iráni tengely. Ez elképzelhető, hogy létezik, vagy létrejöhet? Mi a véleményedek erre? Szerintem az orosz iráni tengely már létezik. Igen, de ha Kína bekapcsolódik, akkor az egy, szörnyűséges erős szövetségnek látszik. Tehát én ebben most kivételesen optimista vagyok, tehát ugye Kína mindig azért a kereskedelmi érdekeket nagyon fontosnak tartja, és azért ők látják, hogy a nyugattal folyik ennek a kereskedelmének a nagy része. Tehát nem véletlen, hogy Ukrajna ügyében sem álltak ki azért egyértelműen Oroszország mellett. A pénzügyi szankciók jelentőségét betartják, komoly fegyvereket nem adnak át az oroszoknak. A kínai javaslatokban is azért benne van az, hogy az országok szuverenitását illik figyelembe venni. Tehát én szerintem Kína nem fogja magát exponálni annyira, mint Irán. Viszont ez az iráni orosz tengely, ez biztos, hogy működik. Tehát én biztos vagyok abban, hogy Oroszország erről a támadásról tudott,
Ugye tudjuk azt, hogy az iszlám dzsihád küldöttsége járt Moszkvában, a Hamász is többször járt Moszkvában, azt is tudjuk, hogy Irántól kapja Oroszország a drónokat, meg a rakétákat, mert Ukrajnát lövi, és valószínűleg Teheránban kértek valamit Moszkvától, és Moszkva van annyira kiszorított helyzetben, hogy ezeket ők teljesítik. Igen, de itt most atomhatalmakról beszélgetünk. Hát Kínáról is, tehát azért én bízom benne, hogy Iránnak még nincsen atomfegyvere. Oroszországnak van, Kínának igen. van, és Izraelnek is van. Igen, de... Hivatalosan Izraelnek sincs. Hivatalosan nincs, de úgy tudni, van 20 darab atomtöltete, amelyet... A nagyhatalmakkal szemben ez nem igazi. Ez nem igazi erő. De van valamennyi, legalábbis a környező országokkal szemben azért ez jelentős szám. Igen. Persze, de a kínai-orosz közeledés az valóságos, de Kína szerintem sem kockáztatja azt, hogy na akkor mi létrehozunk egy orosz-kínai paktumot, és szembefordulunk a Nyugattal, az Egyesült Államokkal, Európával. Nem hiszem, hogy, illetve biztos vagyok benne, hogy nem ez a kínai érdek. A kínai érdek az, hogy mindenhol úgy tűnjünk fel, mint a legerősebb, legnyugodtabb, a békét leginkább stabilizálni képes ország. Sokan vagyunk, erősek vagyunk, gazdaságilag is, most már egyre inkább katonailag is, de nem akarunk nyílt konfrontációt, mert abban egyébként az Egyesült Államok még mindig sokkal erősebb, lehet, hogy még gazdaságilag is, de Kína tudja, hogy ebből a szempontból tudja, hol a helye. Ez az optimista befejezése ennek a beszélgetésnek, vagy van-e valami optimistább? Igen, hogy a NATO erősebb lenne ennél a hármas tengelynél is. Ez azt hiszem elég optimista. Nálad? Én is azt mondom, tehát én nem hiszek ebben a, meg az orosz-kínai tengelyben is csak részben hiszek, tehát Kína gyakorlatilag lenyelte Oroszországot olyan értelemben, hogy Oroszország ebben a kapcsolatrendszerben egyértelműen alárendeltje Kínának. Ez nem tudom, hogy ez optimista-e vagy nem, de hogy Oroszországot nagyon legyengítette ez az ukrajna kaland, az biztos, és Kína soha nem fog olyan mértékben belemenni egy energiafüggőségbe Oroszországtól, mint az Európai Unió, tehát Oroszország egyértelműen alárendelt ebben a kapcsolati rendszerben. Végszó? Ugye nem véletlen, hogy Putyin Pekingbe ment el erre a nemzetközi, nem tudom, Sejemút konferenciára, és nem Xi, aki egyébként volt Moszkvában, ment el egy Moszkvában rendezett nemzetközi konferenciára, amit az oroszok hoztak volna létre, hogy bemutassák, hogy Oroszország mennyi pénzzel, milyen kereskedelmi és egyéb békés eszközökkel terjeszti az orosz szabadságot, meg az orosz fejlett technikát, és így tovább a világon, és mennyi hitelt ad mindenkinek. Ezért aztán szerintem az a helyzet, hogy ott volt Putyin ugyan, de mégiscsak Xi ölelő karjai között, ez mindent kifejez. Ez volt a Megbeszéljük a hetes stúdióban Gál Máriával, a Népszava újságírójával. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött. Németh Andrással, a HVG újságírójával, neked is, és Bolgár Györggyel. Köszönjük szépen. Köszönjük a meghívást.